Jó estét kívánok! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a Kass Galériának a márciusi megnyitóján, a képernyők előtt, és itt a galéria terében is. És Nagy Zsófinak a Vagyok című kiállítását fogjuk ma este itt megnyitni és megnézni. És ezzel kapcsolatban írtam néhány gondolatot, amit most felolvasnék, és így osztanám meg önökkel, illetve veletek. Vizuális kavalkádban, harsányképek társaságában nehezen szólalnak meg Nagy Zsófi képei, de egymás mellé rendezve, mintha megsokszoroznák erejüket, egymást kölcsönösen értelmezve, gazdag belső világokat tár fel az egyébként határozottan titokzatos képek összjátéka. Nagy Zsófi egyik 100x100-as, négyzet alakú festményén a képmezőt keresztbe metsző sárga sáv egyszerre tűnik önálló formának, és a hozzá csatlakozó élek által képzett háromszögek egyik oldalának. Ezek a háromszögek azonban túlmutatnak a kép fizikai keretein, és valahol azon kívül gondolatban egy nagyobb felületen érnek össze. Mindez olyan hatást kelt, mintha a kép fizikai határai csak egy nagyobb felületre nyíló kivágás, ablaknyílás szélei volnának. Azaz megnyitják a képet a végtelen sárga felület irányába. A felület által befoglalt mezők transzparens háromszögeknek látszanak, melyek az illuzórikus tér mélységében újabb és újabb színrétegeket takarnak ki, vagy fednek fel. A festmény rejtett világokba enged bepillantani, miközben nyitott kompozíciója által meghaladja önön fizikai dimenzióját, tehát túlmutat önmagán. A reneszánsz korában, Leon Battista Alberti óta tudjuk, hogy a festmény tulajdonképpen ablak, amelyen keresztül a világ dolgai és eseményei fókuszáltan tárulnak fel a szemünk előtt. A festmény tehát bizonyos szabályszerűségeket betartva mutatja meg, tárja fel és keretezi a valóságot. A későbbi századok során, majd a 20. század folyamán ezt az ablakot a művészek megfordították, és más világok felé kezdték megnyitni. Nem a látható dolgokra és történésekre, hanem érzések, gondolatok, folyamatok és végső igazságok festői megjelenítésére tevődött át a hangsúly. Az az emberi szellem abszolút valósága, a társadalmi változások, vagy maga a művészet önmeghatározása, esetleg az érzékelés és befogadás paradigmáira adott reflexiók váltak a festészet központi kérdésévé, illetve kérdéseivé. Mindeközben a világról alkotott tudásunk és látásmódunk is számos paradigmaváltáson esett át. Ezzel együtt pedig a művészetről alkotott képünk is radikálisan megváltozott, amely egységes elképzelés idővel darabjaira esett szét. A művészet és ezzel együtt a művész társadalmi szerepe is bizonytalanná vált. Folyamatosan változó helyzetében mindkettő állandó önreflexióra kényszerül, miközben számos olyan elvárásnak is meg kell felelniük, művésznek és műalkotásnak egyaránt, melyeket az elmúlt korok művészei nyomán már lezárt kérdéseknek gondolhatnánk, vagy gondolhattunk volna. A médium mindeközben ugyanaz maradt, egy fakeretre feszített darab vászon és némi pigment. Nagy Zsófi Vagyok című kiállításán egyetlen kompozícióba sűrítve tárulnak fel szemünk előtt a fragmentált tudás, személyes értelmezések, érzések és vélekedések sokféleségének képei, melyeket a szigorúan négyzet alakú vásznak egységes formátuma és a jól beazonosítható minimalizmuson túl a fent említett ablakszerűségre adott reflexió kapcsol össze. A festmények, mint megannyi ablak, dinamikájuk, színintenzitásuk vagy méretük alapján tagolt egységekbe rendeződnek a falakon. Mindegyik önálló entitás egymás mellé rendezve mégis letapogatható egy lassan, talán csak egy-egy gesztus, ecsetnyom vagy új tónus bevezetése nyomán érzékelhető, folyamatosan változó, mégis jól azonosítható egyéni látásmód. Ebben a Nagy Zsófis világban a geometrikus formákat nem precízen vágott, kemény élek, hanem sokszor halvány, kereső, olykor megtorpanó gesztusok határolják.
A látszólag homogén színfelületek közelebbről szemlélve valójában faktúrában gazdag, az elfedett réteg kontúrjait sem titkoló, tonálisan is sokszínű alakzatok. A képek jellegzetes pasztelszínű harmóniáit és a kompozíciók egyensúlyát egy-egy erőteljes színsáv, váratlan él, határozott vagy épp kereső gesztus, máskor egyensúlyából kibillentett forma töri meg, melynek következtében a szemlélő minduntalan a befejezetlenség, a tökéletlenség és olykor a bizonytalanság érzetével szembesül. Az imént említett határozott formák és gesztusok sokszor felvillanásként, kinyilatkoztatásként vagy olykor bizonyosságként értelmeződnek, olyan vizuális jelekként, melyek a kép látszólagos előterébe törve biztos támpontot adnak a szemnek, miközben ez a harsány bizonyosság a háttérben játszódó érzékeny események nyomait részben kitakarja, és egyúttal fel is kelti a kíváncsiságot az eltakart rétegekben megbúvó, mozgalmas történések iránt. A festmények közös látásmódjának egyik kulcsfogalma a titok lehet. A titok, amely vizuálisan az eltakarás és a feltárás dinamikus játékában nyilvánul meg, ahol a felmutatás és az elfedés kettőssége sosem teszi lehetővé a kép összes rétegének egyszerre való megtapasztalását, ugyanakkor az egyes rétegek felvillantásával a művész a néző értésére adja azok létezését, kíváncsivá téve és további szemlélődésre serkentve őt. A megmutatás gesztusát erősíti a kép keretének újraértelmezése, ahol annak fizikai határa általában a végtelenre nyitott felületbe vágott ablakként, vagy kukucskáló nyílásként nyitja meg a kép síkját olyan rejtett világok felé, melyek mélyebb terek illúziójával kecsegtetnek. A festmény egy vizuális bujócskára invitál, és ezzel nem csak interakcióra készteti szemlélőjét, hanem egyfajta beavatásban is részesíti, hiszen a festmény egyszerre marad illúzió, és válik önmaga feltárása által az alkotói folyamat hiteles dokumentumává. A művész tehát nagyfokú szabadságot ad a szemlélőnek, aki egyszerre adhatja át magát az illúziónak, majd kissé eltávolodva ettől a befogadói attitűdtől, rápillanthat az alkotói folyamatra, sőt, végső soron annak befejezőjévé is válhat. A szemlélő általi készreolvasás, befejezés, itt nem pusztán hermeneutikai szófordulat, hiszen a képek nem csak befejezetlennek hatnak, hanem tényleg befejezetlenek is. Illetve talán helyesebb azt mondanunk, hogy folyamatosan készülnek. Amit látunk belőlük, az egy éppen aktuális állapot pillanatnyi rögzítése. Ez az állapot most van, és talán néhány hét múlva ugyanígy nem lesz majd látható, ugyanebben a formában. A pillanatnyi létezés és annak illékonyságára utal a cím is. Vagyok. Melyel a művész egyfajta arszpoétikát is megfogalmaz. Festek, tehát vagyok. Cogito ergo sum helyett pingo ergo sum. Azaz tulajdonképpen egy vagyok a festészetemmel, illetve általa vagyok az, ami. A létezés nem magától értetődőségére való rácsodálkozás, az elmúlt rendkívüli időszak hozadéka, amely Nagy Zsófi képeit és kiállítását különösen aktuálissá teszi. A kiállítást megnyitom.